az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítása érdekében a kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokat hajt végre, és közös teherviselésre fogunk kötelezni másokat is. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter április 4-i bejelentése szerint a koronavírus járvány elleni védekezési alapban 663 milliárd forint áll rendelkezésre. Ehhez 4 területről csoportosította át a kormány pénzt. Ez az önkormányzatokat is érinti, a politikai pártok, a multik és a bankok mellett. Az önkormányzatoknak a gépjármű adó náluk maradt részét kell befizetni ebbe az alapba, vagyis a teljes ebből származó adóbevétel 40%-át. Tolnán emiatt több tervezett városfejlesztési beruházás nem indul el ebben az esztendőben. Az elvonás elsősorban utak, járdák korszerűsítését, újjáépítését érinti. Emellett valószínűleg a városban megszokott jelentősebb rendezvények megszervezésére sem jut majd forrás. 34 millió forint összegű elvonást jelent, ami nyilván magával hozza azt, hogy néhány beruházás nem tud megvalósulni a városban. Azért azt hozzáteszem, hogy ennek minimum a duplája lesz az iparűzési adó bevételnek a kiesése, ami nem állami elvonás, hanem egész egyszerűen azért történik, mert az adófizető vállalkozások nem tudnak teljesíteni. Minden elvont forint hiányozni fog, mondja Zomba polgármestere, de szerinte el kell fogadni egy ilyen rendkívüli helyzetben a kormány döntését, mivel Szűcs Sándor szerint az emberek egészsége fontosabb, mint a pénz. Azok az önkormányzatok, akik esetleg stabilak és nagy is, amik tartalékkal is rendelkeztek, azok lehet, hogy közvetlenül működésileg nem fogják megérezni, legfőjebb az éves fejlesztéseket, karbantartásokat, beruházásokat kell átgondoltan elvégezni, vagy egyszerűen elhagyni. Ehhez pedig át kell gondolni a költségvetést. Ennek érdekében már a következő fél évre vonatkozóan új költségvetést terveznek Zombán. Felülvizsgálták a költségvetést Aparhanton is, mondja a település vezetője. A helyi adókat, így a gépjármű adó nagy részét is, az intézményeikre költötték eddig. A gépjárműadó éves szinten 3 millió forintos kiesést jelent a költségvetésben Aparhanton. Teljesen természetes, hogy a kormány döntését követően az önkormányzatnak is felül kellett vizsgálni a költségvetést. Szeretnénk mindent megtenni, hogy a költségeket minél jobban csökkentsük, de a költségvetésünket egyensúlyba tartsuk. Úgy szeretnénk ezt megvalósítani, hogy minden önkormányzati feladatot továbbra is magas színvonalon lássunk el, és hogy ez a racionalizálás ez ne járja munkahelyek megszüntetésével a jövőben. Országosan a gépjármű adó központi költségvetésbe átirányított része idén 34 milliárd forint lesz. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az önkormányzatok ezzel járulnak hozzá a járvány elleni eredményes védekezéshez.